A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának döntése értelmében a magyar válogatott a következő Románia elleni hazai világbajnoki selejtező mérkőzését zárt kapuk mögött köteles lejátszani március 22-én. A FIFA illetékes testülete azért büntette meg súlyosan a magyar szövetséget, mert az augusztus 15-én rendezett Izrael elleni barátságos mérkőzésen a hazai szurkolók egy csoportja antiszemita rigmusokat kiabált és sértő jelképeket mutatott fel. Az MLS hivatalosan is benyújtotta fellebbezését a FIFA fegyelmi bizottságához a zártkapus magyar-román mérkőzéssel kapcsolatban, így a döntés remélhetőleg még nem tekinthető véglegesnek. Stábunk szakemberek véleményét kérte ki az ügy kapcsán. Ez a fajta probléma akár törvényalkotási folyamatokat is érinthet, az ember nem vagyok érintett, minden esetre maga a konkrét esetre gondolva, hát, hogyha ez így marad ez a döntés, és azért még bízhatunk abban, hogy talán elfogadják az MLS fellebezését, de most magyar emberként mindenképpen ebben reménykedek, de hogyha az átkapus mérkőzés lesz, az azért egy elég tragikus dolog, és katasztrofális volt szerencsétlenségem zártkapus mérkőzést játszani. Hát nem kívánom senkinek, aki a futballt valamilyen szinten űzi, vagy éppen érdekli. Remélem, hogy az MLS-nek lesz olyan erős érdekényvényesítő ereje, hogy ezt kihasználja, hogy a FIFA megváltoztassa ezt a döntését. Nagyon nehéz feladat eljárítja akkor az Eger-Reinsenyit, hogyha ez így lesz, és én biztos vagyok benne, hogy szükséges segítséget igénybe venni, és én tudom, hogy a Sanyi van annyira felkészült, hogy ő ezt jobban látja, mint én. Hogyha zárkapus lesz, akkor mindenképpen a román csapatnál jelentkezhet az előnyként. Lehet itt ilyeneket mondani, hogy fel lehet készülni, és egyfajta dacot vált ki majd a labdarúgókból, az, hogy na csak azért is, és még ennek kellene, meg mindenképpen megverjük a románokat, de az a fajta plusz többet, amit a szurkolók, amit egy fantasztikus keltázás és buzdítás jelenthet egy csapatnak, ami valójában a hazai pályát jelenti, hozzáteszem, az felbecsülhetetlen. Egyelőre tehát nem tehetünk mást, várunk a FIFA kedvező döntésére. Bízunk benne, hogy az illetékes testület elfogadható határozatot hoz, mert a szurkolóknak a stadionban a helyük.